Ezt még lehet felfelé húzni, azt is lehet. Sokkal jobb. És azt is lehet hallani, hogy kapcsolgatom a mikrofont, tök jó. Tehát, sziasztok, nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok az ítéletű ellenére. Ezen a meetupon 4 maximum 5 előadó lesz. Egy még nem érkezett meg. Egy majdnem előadónak gyermeke született, ők majdnem sehetem a felvétel kedvéért. Ilyen még nem volt egyébként a meetup történetében. Ezt külön elküldjük, mint csengőhang formájában vagy valami. És akkor jön a tulajdonképpen meghirdetett program. Bárházi András fog beszélni az SR Outról. Sziasztok! Bárházi András vagyok. Az Emasfisztnál dolgozom. Ott egy technikai termékmenedzser pozícióban, az API és az integrációkért vagyok felelős. Az integrációk alatt kb. Azt kell elképzelni, hogy más rendszerekkel integrálódunk, vagy ők integrálódnak velünk, és például ilyen marketplace-t hasonlót fogunk építeni partnereinkkel. Nem tudom, hogy ki ismeri az Emasfist. Én sokan nem. Én sem ismertem, egyáltalán nem. Aztán megtaláltak. Ez egy nemzetközi cég, osztrák vezetéssel, magyarországi kutatásfejlesztési osztálya. Magyarországon olyan 60 fő van, világszerte olyan 500, tehát viszonylag nagy cég. Agilis módszertannal fejlesztünk, extreme programming, minimum viable product, tesztelés, minden ilyen szép szó forgalomban van nálunk, és ezeket komolyan is gondoljuk. És hát van egy termékünk is, az meg egy ilyen Customer Engagement Platform névre hallgat, ami azt jelenti, hogy egy automatizálható, több csatornás, ügyfélkommunikációs rendszer, magyarul SMS-eket, e-maileket, push notification-öket, social csatornákon üzeneteket tud küldeni, és ilyen szép, ilyen drag-and-dropos felületen össze lehet húzigálni, hogy mi történjen. Ezen kívül mindenféle kimutatást tud a ügyfeleknek mutatni, és még van egy predict része is, ami pedig mesterséges intelligenciával kategorizál, és minden szép dolgot csinál. Nem tudom, hogy jól tudom. Az egyik legnagyobb ügyfelük az eBay, és ezzel le is zárom a bemutató részt. Talán az még érdekes, hogy havi 6 milliárd levelet küldünk ki. Az egy elég komoly szám talán. Az SR nevű projektünkről szeretnék ma itt röviden beszélni. SR talán mindenki ismeri meg a műveit is. 1900-as években tevékenykedett, és ilyen matematikai lehetetlen dolgokat próbált meg lerajzolni sikerrel. Igazából a projektünk az egy szóvicnek az eredménye, mivel HTTP signed requesteket csináltunk, az SR betűkből jött ki ez, hogy SR. Nagyon szar, bocsánat. És aztán így, ahogy így alakult a projekt, kiderült, hogy mi elkezdtünk építeni egy-két lépcsőfokot, de valami ilyesmi született belőle, úgyhogy nagyon találó lett a végére a történet. Úgy indultunk, hogy szeretnénk bevezetni a cégnél a mikroszerviszeket, ezeket a kis, apró, egymással kommunikáló mikroszolgáltatásokat, és valahogy ezeknek kommunikálniuk kéne egymással. És hát jó, akkor próbáljuk meg ezt minél biztonságosabbra megcsinálni. Ott volt a HTTPS, hát az nagyon jó, akkor azzal lehet kommunikálni egymással. Viszont akkoriban voltak ez a HTTPS-sel ezek a apró hibák, hogy nem mondták túl biztonságosnak. Illetve úgy gondoltuk, hogy a HTTPS az jó, hogy elrejtse, hogy mit zajlik a csatornákon, de hogyha valahogy kiderül a tartalom, akkor utána az bárki meg tudja ismételni, és nem ad túl nagy segítséget, vagy adott esetben módosítani is tudja. Tehát, hogyha egy HTTP basic autentikáció van, akkor gyakorlatilag bármilyen kéréseket lehet az API felé indítani. Jó, akkor elkezdtünk keresni mindenféle projektet, hogy ilyen már biztos van.
amivel HTTP kéréseket, az egészet alá lehet írni. Azt gondoltuk, hogy az OAuth az nagyon jó lesz erre. Igazából a specifikáció szerint, ha nem a céljainak megfelelően használnak, nagyon jó lenne, de egyetlen egy implementációja sem volt olyan, amiből tudtunk volna csak a HTTP aláírásra használni részeket, úgyhogy ezt elvetettük. És így keresgéltünk, és aztán végül úgy döntöttünk, hogy saját megoldás mellett saját megoldást választunk, ami annyira nem is egy saját megoldás, mert hogy leginkább az Amazon API-jának a aláírása ihlette, gyakorlatilag kompatibilisek vagyunk vele. Az a nagy különbség, hogy mi megvalósítottuk a kliens oldalt is, a szerver oldalt is, és hogy a teljes projekt az nyílt forráskódú. Még az Amazonnál a kliens oldali API-unk az nyílt forráskódú, de csak a saját API-ukkal tud kommunikálni, szóval nem túl praktikus. Kipróbáltunk mindenfélét, tehát kicsit visszatérve ez a témához. Volt még a Java, a JSON Web Token, ami érdekes lehetett, de az meg nem HTTP aláírások, hanem valamilyen adat aláírására szolgált. Lassan befejezem. Végül odáig jutottunk, hogy PHP-ben, Ruby-ban és Node.js-ben leimplementáltuk az elején. Kicsit megtorpant a projekt, de most megint nekivágtunk, és már van Python és Java implementációnk is. Sokat gondolkoztam rajta, hogy ez most egy sikertörténete vagy nem. Van még sok minden fejleszteni való rajta, de az talán egy elég nagy siker, hogy a cégnél minden microservice ezt használja, és most már olyan 10 környékén járunk. Ilyet én még nem láttam a korábbi pályafutásomban, hogy ennyire elterjedt volna egy belső technológia. Így összefoglalva azt tudom mondani, hogy aki ilyenben gondolkozik, hogy a cloudban adott esetben teljesen szétszorva a világon egymás között, egy szerverek között szeretne kommunikálni, annak ajánlani tudom a projektünket. Most már elég sok nyelven elérhető. Igyekeztünk hozzá egy dokumentációt is összerakni, hogy hogyan kell ezt leimplementálni, és vannak jó sok teszteink is. Hát aztán mindenki próbálja ki, és kiderül, hogy jó-e neki. Köszönöm szépen! Igen? Nekem elég sok ilyen együttes kérdésem lenne. Az egyik, hogy a HTTPS-nek van egy olyan ritkán használt része, amit úgy hívnak, hogy kliens oldali certificate, hogy az mennyiben nem felelt meg az igényeknek, mert az úgy tűnik, hogy azokat a biztonsági célokat, amiket ti kitűztetek, azokat teljesíti. Ez egyik. Aztán a másik, hogy hallottatok-e ti még a HTTPS-t is megelőző SHTTP-ről, amely konkrétan aláírogatta a kéréseket. És a harmadik, hogy mondtad, hogy az Amazonnak csak a kliens oldali része nyílt forráskódú, és ti meg megírtátok a szerver oldali, meg a kliens oldali részt is. Ez utóbbik minek, hogyha az Amazon már nyílt forráskódú. Ennyi van már. Majd segítsél. Hol kezdtük? Ez visszafele. Igen. Ezt a security csapat a lelkemre kötötte, hogy mondjam el, úgyhogy tök jól rákérdeztél. Megnéztük, és azt találtuk, hogy mi Heroku-t használunk, és a Heroku valamilyen nem működik. Azt nem tudom, hogy miért, de hogy ott ez problémákat az okozott, és ezért nem lehetett használni. Az utolsó kérdésre reagálva, hogy miért írtuk újra meg a kliens oldali részt, azért, mert az nem egy modul volt a Amazon implementációján belül, hanem egy teljesen az ő API-ukkal összeépített valami, amit nem lehetett újra felhasználni.
Vannak az Amazon nyelv tesztjei, amit elkövettük a hibát, hogy azokból indultunk ki, és próbáltuk tökéletesre azok alapján megcsinálni az aláírásunkat. Aztán félúton kiderült, hogy azok nem tökéletesek azok a tesztek. Aztán utána meg kiderült, hogy nem is vednek le mindent, de alapvetően segítség voltak. Viszont az is kiderült, hogy az a saját implementációjuk nem kompatibilisek a specifikációjukkal, nem mindegyik nyelven, nem mindegyik specifikáció részlet van megvalósítva. Ezeket már így visszajelezgettük nekik, úgyhogy előbb-utóbb lehet, hogy lesz valami. Igazából valószínűleg azokra, ezek edge case-ekről beszélünk, és valószínűleg azokra a use case-ekre, amikre használják az API-ukat, ott nem fordul elő ilyen probléma, úgyhogy abból a szempontból minden. Valami volt még kérdés. SHTTP-ről én nem hallottam, viszont tényleg nagyon sok mindent megnéztünk ezen kívül is. Van egy ilyen közkézen forgó specifikáció, hogy HMEC aláírás. Ezt mindenki nagyon tolja, hogy ez nagyon jó dolog, de nincsen specifikálva, hogy mi az. Tehát mindenki lefejleszt valami HMEC alapú aláírást, ami a HTTP kérésének bizonyos részeit, a fejléceket, vagy csak az URL-t, vagy valamit megpróbál aláírni, de az, hogy hogyan pontosan, milyen kulcssal, hogyan működik ez, azt nem valósítják meg. És mi meg valami olyasmit keresünk, ami egységes, jól specifikált, és utána megvalósítható. Egy kérdés, akkor én még is örözünk meg a végén. Még kérdés, amúgy, hogy ne akarod egyet folytani. Jó. Ja. Akkor köszönöm szépen, és akkor kérem.